Bár még nincsenek a helyükön, a legtöbb bútor már megérkezett Tiszadada új bölcsődéjébe. A kicsomagolatlan játékok is azt jelzik, hogy hamarosan gyermekekkel telik meg az épület. Májusra tervezik a nyitást, 9-10 lakója pedig már egészen biztosan lesz a kezdetektől az egy csoportszobás, 12 férőhelyes intézménynek. Az önkormányzat a bölcsőde felépítésére 157 millió forintos támogatást nyert el a terület és településfejlesztési programban. Nagy örömünkre szolgált, hogy az állam támogatta a bölcsődéknek az építését vidéken is, hisz egyre nagyobb igény mutatkozik a településünkön is arra, hogy az anyukák minél hamarabb vissza tudjanak menni dolgozni. 160 millió forintot kaptunk egy 12 férőhelyes bölcsődé építésére, és ez az épület épült fel belőle. Jelen pillanatban ugye még az engedélyeztetések folynak, valamint ugye a berendezéseknek az elhelyezése, takarítás, és mi úgy tervezzük, hogy körülbelül május 1-jével szeretnénk indítani a bölcsődét, már a dolgozók ki vannak választva, beiratkoztak iskolába, és nagyon várják az itt élők, hogy hozhassák a gyerekeiket. Más területen is sokat fejlődött az utóbbi időben Tiszadada, jelentős átalakításokat végeztek a község központjában. Megújították és akadálymentesítették a községháza környékét, számos új parkolót alakítottak ki. Az élhető település pályázatban elnyert 288 millió forintnak köszönhetően pedig további fejlesztések várhatóak. Ez gyakorlatilag a település központjában lévő 4 park fog belőle megújulni, valamint a jelzőtáblák, utcatáblák kerülnek kihelyezésre a településen. Be van adva még jelen pillanatban a Líderbe egy horgásztavas pályázatunk, egy jóléti horgásztó. Ez durván egy 25 millió forintos beruházás lesz, aminek keretén belül fog épülni egy kiszolgáló épület, valamint 3 híd és egy kamerarendszer és egy riasztórendszer a horgásztóra. Jelen pillanatban elnyert pályázatunk van még 2, az egyik a polgármesteri hivatalnak a felújítása, az gyakorlatilag már a papírozása folyik, az kivitelezése megtörtént. Ebből a korábbi lakó ingatlanból pedig a hollóházat alakítják ki. Az épület felújítására 30 millió forintot nyert el pályázat útján az önkormányzat. Az épületben Holló László 20. századi Kossuth-díjas festőművész művei lesznek majd megcsodálhatók, aki több nyarat is eltöltött és alkotott a településen. A község vezetése emellett még a Tiszavasvári felé vezető utat szeretné belterületen felújítani az idei évben.